Sziasztok, szép napot mindenkinek! Egy Parkside fal és mennyezet csiszolót szeretnék bemutatni nektek. Ki kellett nyitnom az asztalt, ez már elég nagy ez a gép. Ez lenne a doboz. Illetve kezdeném ugye a szokásossal. Ugye 19.8.-29-én jelent meg az újságba, és 2020. februárjában is ezen az áron tudtam megvenni. A dobozon látszik, hogy ez már egy visszacsomagolt gép. Ugye valószínűleg, amikor tartott az akció, ezt nem vásárolták meg, ugye utólagosan a dolgozók visszacsomagolták, és most került ki újra a polcokra. Hát meg fogjuk nézni, hogy megvan ebben minden alkatrész, illetve minden szükséges tétel. Ugye a gép az 710 voltos, állítható fordulatszámmal rendelkezik, 225 mm-es csiszolókoronggal működik, tépőzáras csiszolókoronggal. Ha jól látom, itt lehet, itt van leírva, hogy maga ez a teleszkópos szár, ez milyen méretben állítható, illetve felsorolja, hogy 80-as, 100-as, 120-as, 150-es, illetve 180-as, valamint 240-es csiszoló papír a tartozék. 3 év garancia van a készülékre, 4,5 méteres munkakábel van hozzá, az úgy gondolom, hogy elég jó, remélem nem a géptől számítva. Hogy mozgatom a dobozt, ugye a képen látszódnak a tartozékok. Kicsit forgatom, ugye néhány kép van még a géptől, tartozékokról. Nem ezen a felén. Ezen a felén van egy magyar leírásunk hozzá. Gyorsan beleolvasok. Ugye csatlakozó adapter van külső porcióhoz forgatható tömlővel. Ugye ez a köszörű fej, illetve ez a fej, ez ilyen kardáncsuklóval működik. Ugye az teszi lehetővé, hogy falsíkhoz mindenféle pozícióból egyenletesen érjen hozzá. LED munkalámpánk van, még amit érdemes megemlíteni. Csúszásgátló fogantyú, az valószínűleg gumírozott fogantyú lesz. Plusz támogató T-fogantyú, porvédett kapcsoló, illetve helytakarékosan összecsukható a készülék fejünk. Jó. Ugye a tanúsítványoknak a képei. Megnézzük az alját. Igen, rajt szerepel a gyártó is, későbbiekben fogok rá kitérni. Megbontjuk szépen a dobozt. Ugye ragasztószalag van rajt bőven. Elég szépen vissza van csomagolva, és hogy lehet, hogy csak maga a doboznak a csomagolása sérült. A csiszolópapírok elméletileg ugye 5 darab, vagy 6. 6 darab, ez megvan. Van egy használati utasításunk hozzá. Látszik, hogy magyar nyelvű is van hozzá. Vannak szerelőszerszámok, illetve plusz egy szénkefepár. Kicsit elfordítom a dobozt, úgy fogom kipakolni.
van hozzá egy égecső, oda elszíváshoz. Sajnos ez a gép ez nem kofferos, sokkal jobban szeretem a kofferos gépeket a papírdobozos gépeknél, mert ugye amikor végez az ember a munkával a kofferba, mégiscsak jobban el lehet csomagolni egy ilyen gépet, és akkor legalább a tartozékokkal együtt egy helyen van. Ugye a papírdoboz ahogy pakolva van, az elhasználódik, rongálódik, az nem az igazi erre a célra. Van egy fogantyunk, ugye egy ilyen fém csővel, nyilván ezen keresztül fog történni az elszívás. Érdemes a gumilozást megemlíteni ugye a fogantyukon. Kisebb sorják vannak rajt, nem bántó sorják. Van egyben a többi rész a dolognak. Papírdobozt azt lerakom. Gyakorlatilag ilyen szép hungarocell alapja van. Gyors, még belenéztem a dobozba, más nincsen bent. Kicsit átrendezzük itt a dolgokat. Egy ilyen csuklóval lehet összehajtani helytakarékosság szempontjából. Most mi ezt a csuklót kinyitjuk. Nem takarékoskodunk a helyet. Ezért lett kinyitva az asztal. Jó, elég fixnek tűnik. De itt van ez a csuklós megoldás, ami lehetővé teszi, hogy folyamatosan illeszkedjen a fal felülethez, illetve a csiszolandó felülethez. Ha jól látom, akkor ez présöntvényből van a gépnek az eleje. Ugye ez a csiszolótalp. Tépőzáras. Nem tudom, ezeket a sarokat majd meg kell néznem, hogy ezeket meg kell lehúzni fixre, vagy ez ilyen. Elképzelhető, hogy ilyen. Nem tudom. Van egy adattáblánk, hogy valamilyen szinten kitakarja a gégecső. Az alapadatok vannak rajt, illetve a gyártó. Van egy bekapcsoló gombunk a munkalámpának. Ez a munkalámpa. Aztán van egy plusz-minusz, úgy gondolom, hogy ezzel a fordulatszámot lehet állítani a gépnek. Ugye itt van a porvédett kapcsoló. Ugye ez fixálható, ez a kapcsoló. És itt van az elektromos kábel. Ugye maga a fogantyú az kényelmes fogású. A kapcsoló az abszolút jó helyre esik. Szépen lehet rögzíteni, és fordulatszám szabályzása is a fogásnál kézre esik, abszolút kézre esik. Maga a műanyag az
az illesztéseknél kicsit sódjás, nem bántó. Jó. Az előszervöket elmondtam, magát a gépet megmutattam. A használati utasítást el kell olvasnom, gyakorlatilag ebből a fajta gépből ez az első, ami a kezemben van. Nem is dolgoztam még ilyesmivel. Felújítási munkálatok miatt vettem meg. Tavaly ugye egy kisebb helyiséget festettünk ki. Gyakorlatilag le kellett kaparni az egész falfelületet vakolatig, utána kellett ugye felépíteni a rétegeket. És ugye a ház többi helyiségére ugyanez a sorsvár. Akkor egy sima extender csiszolóval csiszolgattam ugye a falat, illetve a glettelést. Én ettől a géptől azt várom, hogy egy kicsit gyorsabban fog menni, kényelmesebben fog menni, és gyakorlatilag el is mondtam mindent, hogy miért vásároltam egy ilyen gépet. Ugye a szokásos összehasonlítás, zárókereső oldalt vettem alapul. Ugye közel 35 ezer forintba került ez a gép Lidl-ben. Az zárókeresőn mutatom, az első ilyen gép, ami kapható, megpróbálom élesíteni a kameraképünket. Jó, szokásos módon nem engedi a telefonom. Az első ilyen gép az a Steinhaus 28 000 forintjával, durván 10 000 forinttal olcsóbb koffer van hozzá, magát a gépet azt nem ismerem a gyártót. Az adatai alapján, amit nem találok, gyakorlatilag nem írja le a leírás, de leírja. 750 wattos gépről van szó. Ez a gép fejből nem megy, ez 710 wattos. Igazából ez egy ismeretlen gyártó a számomra. Ugye ahogy megyünk fölfele, illetve ahogy megyünk tovább a listán, ugye van egy Power Plusunk, illetve egy Sepach gépünk, ami DS920-as. Szeretném megmutatni nektek, nem sikerül. Ez a Sepach DS920, ez abból a szempontból fontos, hogy a Lidl Parkside dobozon ugyanez a gyártócég van feltüntetve gyártóként, és gyakorlatilag ezzel a DS920-assal nagy részt megegyezhet ez a Parkside PVDS920A1. Árba hasonló árba van, igazából pár ezer forint a különbség. Kapható még 40 ezer forintért Einhell, Matrix, valamivel picit drágábbért. Power Plus. És igazából márkás gépet, ipari gépet nem találok. Egészen 61 ezer forintig, ami egy DeWalt gép lenne, gyakorlatilag az teleszkópos szár nélkül. Van egy Yato, ami igazából szerszámokban, kézi szerszámokban ismert márka. És egészen 148 ezer forintig nincsen ipari gép, 148 ezer forintnál van egy Makitánk. Bízom már, hogy a feltüntetett garancia miatt nem ki fogja bírni ezt a pár helyiséget. Én úgy gondolom, hogyha eznek a néhány helyiségnek a felújításában segítségemre lesz ez a masina,
akkor megéri az árát. Nem ipari gép, de véleményem szerint talán festők is használhatják. Használhat közben egy videóról, kiderül majd, hogy milyen működés közben. Remélem tetszett ez a bemutató videó. Köszönöm, hogy megnéztétek, illetve remélem, hogy találkozunk majd a következő videóknál is. Köszönöm, sziasztok!